120 tüntetőt vettek őrizetbe Törökországban, az összecsapások a tüntetők és a rendőrök között hajnalig tartottak. Marseille-ben elfogták a brüsszeli zsidó múzeumnál elkövetett merénylet egyik gyanúsítottját, tavaly Szíriában a dzsihadista felkelőkkel harcolt. Háromszoros jegyára kellenek a zenészek, hogy meg tudjanak nyugodtan élni, Halcsa Veronika jazz énekes visszaszólt Ákosnak, de nem szeretne további vitát. Értet kívánok, ez a Hír 24. 120 tüntetőt tartóztattak le ma reggelig Isztambulban. Tegnap az egy évvel ezelőtt kezdődött kormányellenes demonstrációkra emlékeztek egy újabb ellenzéki megmozdulással. De a Taksim térre most nem tudtak bejutni. Több száz ellenzéki aktivista vonult fel tegnap Isztambul és Ankara utcáin a kormányellenes tüntetések évfordulóján. Az isztambuli tömeg az ellenzék jelképé vált helyére, a Taksim térre akart bejutni, hogy a konzervatív Erdogan kormány lemondását követelje, felolvassa kiáltványát és virágot tegyen le a tavalyi áldozatok emlékére. Takarod gyilkos AKP, skandálták a kormánypártra utalva. A Taksim mindenhol ott van, az ellenállás mindenhol ott van, volt a másik jelmondat. Isztambul egyik belvárosi kerületében a tüntetők éjjel tüzet nyitottak a rendőrökre. A kivezényelt mintegy 25 ezer rendőr azonban a tömeg útját állta. A térre vezető utakat lezárták és leállították a környéken a tömegközlekedést. Akik mégis megpróbálták megközelíteni a teret, azokat vízágyúkkal és könnygázzal tartották távol. Az Európa Tanács, amelynek Törökország is tagja, utólag elítélte a rendőrség erőszakos beavatkozását. A harcok hajnalig tartottak, de reggelre csend lett. A városban összesen 4 rendőr sérült meg, 120 tüntető őt vettek őrizetbe. Marseille-ben elfogták a brüsszeli zsidó múzeumnál elkövetett merénylet egyik gyanúsítottját. A május 24-i terrorakció során meghalt egy izraeli házaspár, a múzeum egyik belga alkalmazottja és egy francia önkéntes dolgozója. A letartóztatott férfi Mehdi Nemus 29 éves francia állampolgár és egy belga határhoz közeli kisváros lakosaként volt bejelentve. Találtak nála egy kalasnyikovot és egy revolvert is. Ilyen fegyvereket használtak a brüsszeli támadásban. Nemus tavaly Szíriában járt, ahol a dzsihadista felkelők oldalán harcolt. A férfinél tartott házkutatás során kiderült, hogy a gyanúsított megpróbálta filmre venni a merényletet, de a fejre szerelhető kamera nem működött. Viszont találtak egy felvételt, amelyen magára vállalta a támadást. Egyre nagyobb a káosz Kelet-Ukrajnában. A szeparatisták a napokban kifosztottak egy áruházat, a nyomukban a lakosság is vitte, ami mozdítható. Megrongálták és felgyújtották a Donyecki jégstadiont is. A városban ugyan éjszakai kijárási tilalomban érvényben, de az üzlet tulajdonosok így is félnek, mert már fényes nappal is támadások érhetik őket. A szakadárok ma újabb ellenőrző pontokat állítottak fel a forgalmasabb utak mentén, miközben a donyeckiek ismét a békért tüntettek. A kiújuló zavargások megelőzésére az eddigi kereten felül több ezer katonát és rendőrt állítottak szolgálatba bankokban, köztük civil ruhásokat is. Számos útkereszteződést és vasúti megállót lezártak, bevásárlóközpontokat csuktak be, nehogy az emberek gyülekezzenek. Tájföldön a május 22-i katonai hatalomátvétel óta szinte folyamatosak a tüntetések. A demonstrálók egységüket 3 középső feltartott ujjukkal jelzik, amelyek azt jelentik szabadság, egyenlőség, testvériség. Majdnem 5 teljes év afganisztáni fogság után tért vissza az Egyesült Államokba Bo Bergdahl amerikai őrmester. A 28 éves katona egy fogolycsere keretében szabadult tegnap este, és ezzel jelenleg egyetlen amerikai hadifogoly sincs, sem Afganisztánban, sem Irakban. Az Egyesült Államok cserébe 5 magasrangú tálib vezetőt engedett szabadon. Bergdahlt Idaho-i otthonában a családja és barátai ünnepelték, Barack Obama pedig a Fehérház rózsakertjében fogadta a szüleivel együtt. Az elnök azt mondta, elkötelezett az afganisztáni katonai misszió befejezése és a Guantanamo-i börtöntábor bezárása mellett. Az elmúlt 4 évben mindig tartottak tüntetést pedagógus napon az Emberi Erőforrások Minisztérium előtt, az idén nem. Pedig a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint nagyjából ugyanott tart az oktatáspolitika, mint 4 éve.
de lehetőséget akarnak adni a kormánynak arra, hogy változtasson ezen. A kormány szerint viszont minden rendben van. Török Réka összeállítása. Pedagógus nap van, június első napja. Az elmúlt 4 évben minden pedagógus napon több ezren demonstráltak. Most először nem. Szándékosan szerveztük így. Jelezni akarjuk a minisztérium számára, hogy bár nagyjából ugyanaz a felállás, mint ezelőtt 4 évvel volt, de mégis megkívánjuk adni a lehetőséget, a bizalmat arra, hogy történik olyan érdemi elmozdulás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedagógus napra kiadott közleményében az áll, hogy biztonságossá, igazságossá és kiszámíthatóvá tették a pedagógus pályát. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke kissé másképpen látja. Bőven van még tennivaló. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a Klebesberg ösztöndíj bevezetésével vonzóbbá vált a fiatalok számára a pedagógus szakma. Mendrei László ezt nem így gondolja. Szerkezeti és szervezeti problémák vannak, aminek következtében a Klebesberg intézményi fenntartóközpont nem alkalmas feladatának ellátására, és szükséges az is, hogy átgondolják, hogy valójában a fenntartás ténylegesen az állam kizárólagos dolga legyenek. Szerinte lehetőséget kell adni azoknak az önkormányzatoknak, amelyek képesek és alkalmasak a fenntartás biztosítására. A PDS vezetője szerint a legnagyobb probléma mégis az, hogy leszállították a tankötelezettség korhatárát. A tankötelezettség leszállítása is olyan problémákat okoz, amelyek komoly munkaerőhiányként fognak jelentkezni, nem is olyan távoli jövőben, szerintem ezeket ma most is érzékelik. Javaslatot fogunk tenni arra, hogy a tankötelezettség korhatárát állítsák vissza 18 éves korra. A PDS továbbra is tart a pedagógusok tömeges elbocsátásától. Az egyik déli megyében például több ezer diák hiányzik, emiatt 3 iskolát fenyeget a bezárás, és 150-200 pedagógus kerülhet az utcára. És nem ez az egyetlen hasonló helyzetű terület Magyarországon. Török Réka, Hír 24. Az első napon 12 ezeren kérték Európából adataik eltávolítását a Google-től, miután a cég közzétette a törlést kérő űrlapot. Májusban mondta ki az Európai Unió Bírósága, hogy az internetes keresőnek ezentúl az érintett kérésére törölnie kell minden olyan adatot a keresési találatok közül, amely irrelevánsnak vagy elavultnak minősül. Viszont a politikusok, közfeladatot ellátó személyek adatait nem törölhetik, ezek továbbra is láthatóak lesznek. Amikor Ákos 10 milliós állami támogatását firtatta a média, a zenész Harcsa Veronikára mutogatott. A jazz énekesnő úgy véli, talán azért nem vele foglalkozik a sajtó, mert az ő állami támogatása az Ákosnak juttatott összegnek még 4%-át sem teszi ki. Szerinte is szükség van azonban az állam támogatására, vagy pedig 3-szoros koncertjegy ára kellenének, hogy a zenészek megélhessenek abból, amit csinálnak és amit szeretnek. László Pál beszélgetett Harcsa Veronikával. Nem sok olyan interjúdat olvastam, amiben te ilyen keményen kiállsz valami ellen, vagy valami mellett. Mi húzott fel ennyire? Igazából nem húzott fel semmi. Nem vonódtam be érzelmileg ebben a történetben. Annyi történt, hogy Ákos a saját sajtótájékoztatóján egy kiszólásban említett engem, és erre éreztem úgy, hogy reagálnom kell. Ezért írtam azt a levelet, ami az interneten megjelent, és Ákos felvetése az volt, hogy miért csak az ő 10 milliós állami turné támogatásával foglalkozik a sajtó, miért nem foglalkozik más államilag támogatott zenészekkel is, mint például velem. És erre reagáltam azt, hogy tényekkel, számokkal alátámasztva, hogy az a támogatás, amit mi megkaptunk, az ő támogatásának a 3,6%-a, és gondolom, hogy ezért nem velem, hanem vele foglalkozik a sajtó. De egyébként egyáltalán nem célom ezzel az üggyel tovább foglalkozni, ennyi történt. Ha én azt mondanám bárkinek, hogy a Rolling Stones mostani turnéját egyébként a brit, nem tudom, akadémia némi font mennyiségére támogatja, akkor szerintem mindenki mosolyogna. Valahogy Kelet-Európában meg az normális, hogy zenészeket egy profitábilis tevékenységgel támogatunk. Normális, mert nagyon nehéz megélni zenészként Magyarországon, popzenészként is egyébként. Nyilván vannak kivételek, vannak a legsikeresebb csapatba tartozó zenekarok, akik komolyabb összegeket is tudnak keresni, vagy esetleg akiket nagyon sokat játszik a rádió, ők jobb jogdíjakat, szerzői jogdíjakat kapnak, mint a többiek. Ezzel együtt egyáltalán nem könnyű megélni zenészként. Az is egy nagyon fontos jelenség Magyarországon, hogy nagyon-nagyon kevés olyan zenész van, aki egy projektre, egy zenekarra tud koncentrálni. A legtöbben
többek között anyagi okok miatt is arra kényszerülnek rá, hogy 4-5-6-7 zenekarban legyenek benne párhuzamosan, mert így összejön annyi koncert és annyi pénz, amiből meg tudnak élni, és ez művészileg nem jó. Művészileg sokkal jobb koncentrációt eredményez az, hogyha valaki megengedheti magának, hogy egy, maximum két fő projektje legyen. De mi nem vesszük meg a fogyasztók? Szerintem a koncertélet egészen jól működik Magyarországon, tehát hogy van kereslet az élő fellépésre, ami a zenészek legfőbb kereslete manapság. Ezzel együtt egyszerűen a gazdaság nem tartott, hogy olyan jegyárakat tudjon kiszabni a magyar koncertélet, hogy abból megfelelő gázsit tudjon kapni egy zenész a megéléshez, a kényelmes megéléshez. Nyugat-Európában ez van máshogy, tehát én most diplomázom Brüsszelben, a Királyi Konzervatórium, Brüsszeli Királyi Konzervatóriumnak a mesterképzésén vettem részt az elmúlt két évben, és ezért az ottani helyzetbe egy kicsit belelátok, és látom, hogy ott nem probléma a magyar jegyáraknak a háromszorosát is akár elkérni egy klubkoncertért, nem csak a sztárokért. Ebből nyilvánvalóan több jut aztán a zenésznek, viszont a megélhetés az nem feltétlenül kerül a háromszorosába, mint itthon. A jogdíjak átszabása hogyan érintett téged? Tehát az, hogy ugye egy részét elvette az állam és átadta az NKA-nak, azt téged érintett? Érintett persze, hiszen én is szerző vagyok, és így nekem is a bevételeim egy részét képzi a szerzői jogdíj, amit az Artisjuszon keresztül kapunk. Így nyilvánvalóan engem is érint ez az átszabás. Nehéz megmondani, hogy ez konkrét összegben mit jelent, hiszen minden évben más összeget kapunk, és nem annyira precízen átlátható a jogdíjrendszer, hogy forintra pontosan meg tudnám mondani. Önmagában szerintem az, hogy az NKA rendelkezik ennek az artisztjuszos összegnek egy részével, az nem feltétlenül baj. Nyilvánvalóan az elosztás módját azt lehet kritizálni, de nekem ez nem hiszem, hogy posztom, hogy kritizáljam. Életrajzi könyv jelent meg a Kispán és a Borz frontemberéről, a Kis Csillag zenekar énekeséről, a Kossuth Díjas Lovasi Andrásról. Nem kertelt, nyíltan fogalmazott akkor, amikor a szex, a drog és a rock and roll került szóba. És néha azt hitték, lehúzhatják a rolót, ennek ellenére dübörögnek, sikerük töretlen. A stúdióban a Lovasi könyv szerzője Lévai Balázs lesz mindjárt a vendégünk. Tulajdonképpen én egy szkeptikus voltam ezzel az egész történettel kapcsolatban, mert igazából velem semmi nem érdekes nem történt a soha életemben. Azt hiszem, ugyanolyan sztoriaim vannak, mint bárki másnak. Belelendültünk, és amikor a Balázs elkezdte leírni, és az első fejezeteket átküldte, tök jókat röhögtem. Szóval, hogy jó, oké, nem öltem meg senkit, engem sem ölt meg senki. Nagyjából eddig, de kiderült, hogy van azon túl is érdekes történet. Szóval a könyvszerzője Lévai Balázs, jó estét kívánok! Jó estét! Igazából a könyvben olvastam azt, hogy Lovasi azt vallotta magáról, hogy igazából ő magával sem haverkodta, mert nem olyan jó fej, és nincsenek olyan jó történetei. Mégis te egy ilyen vastag könyvet sikerült, hogy megírjál. Tehát vannak érdekes sztóriai. Hát kicsit ez ilyen taktikai fogás is volt a részünkről, vagy a részemről, hogy az legelejére hoztunk egy ilyen mentegetőzést, hogy ő azért egy ilyen kellemetlen figurának tartja magát, de hát azért az derül ki a történetben, hogy azért korán sem annyira kellemetlen figura, illetve hát azért egy nagyon izgalmas korszakban nőtt fel, nyakig benne volt a rendszerváltozásban, akkor indult a zenekar, tehát azért azt gondolom, hogy ez egy egész generáció számára egy baromi érdekes életút. De kevés szer van ő címlapokon, tehát keveset nyilatkozik, azért ezért is lehet érdekes, mert nagyon sok olyan rejtett sztori van benne, amit még nem tudunk. Mit tudunk meg róla a könyv által? Hát ugye azért az, hogy ő keveset van címlapokon, az nyilván az ő profiából, meg karakteréből is jön. Tehát ő elkezdte egy pécsi kis underground alternatív zenekarban, majd a Csini Babán keresztül, meg a Jancsó filmeken keresztül lett egy országosan ismert művész, ugye Kossuth Díjat is kapott, de alapvetően ő soha nem vált igazán ilyen mainstream előadóvá. De mivel tudott ő fennmaradni? Mit gondolsz? Hát garázszenekarként indultak, azt sem tudták néha, hogy lesz-e holnap. Mégis most ott vannak a csúcson. Hát, szerintem borzasztó egyszerű a dolog, ezt a közönség dönti el. Uh-huh. Tehát mi ezt elkezdhetjük elemezni itt a Hír 24 stúdióban, hogy vajon mi lehetett ennek az oka. Ennek egyetlen egy oka volt, kíváncsiak voltak rá az emberek, hallgatták a dalait. És nem csak az, tehát mi egyidősek vagyunk a Bandival, és gyakorlatilag a mi generációnk után jött még tulajdonképpen két generáció, aki hallgatta a Kispál és a Borz, illetve most a Kis Csillag dalait, tehát mi mindig kíváncsiak rá, azaz van a fickóban valami olyan érdekesség, van olyan művészi tartalom, és nyilván a dalaiból ez sugárzik, ami sok embert érdekel a mai napig. Téged mi érdekel a legjobban belőle?
Hát ez a kicsit kekec figura. Tehát hogy működik ez, hogy tudom is magamról, hogy egy nehéz fickó vagyok, vall is arról a könyvben, hogy azért a nőkkel is sokszor nem, hogy mondjam, a megfelelő módon bánt. Fogalmazzunk. Igen, tehát lelke rajta. De vallott, akkor, egyébként igen. Pedig vállalta. És vállalta, de ugyanakkor meg hát azért egy nagyon jó érzésű ember szerintem. Tehát szerintem egy csomó olyan történet van, ami tehát így mondjuk pusztán érdeklődésből is szerintem szórakoztató. A leghelyesebb az, amikor azt mondták, hogy bizonyos süteményt nyalogatva, eszegetve felmentek egy koncertre, és mindent játszottak, csak a saját dalukat. Igen, nem. Ez egy szarvasi koncert volt. Nyilván ez a rendszerváltozás utáni ilyen zűrzavaros évek, amikor az emberek meg itt a különböző ilyen enyhébb kábítószereknek a bódító hatásával ismerkedtek, és valaki megkínált őket egy ilyen süteménnyel koncert előtt, aminek egy ilyen kaotikus koncert lett a vége, ami egy kicsit ilyen botrányba fulladt, ez nyilván nem volt jellemző az egész zenekarra, de sok ilyen rock'n'roll sztori van benne. Egyébként szerinted megélhetésileg hol tartanak ők most? Tehát itt lehetett Harcsonov Veronikát hallani arról, hogy nem lehet Magyarországon ma megélni. Hát, ehhez mi kell? Nagyon sokat kell dolgozni, és ez nem egy hátradőlős műfaj. Tehát amíg mondjuk a 70-es, 80-as évek nagy sztárjai megélhettek pusztán abból, hogy rengeteg lemezt adtak el, és mondjuk adtak egy-két nagy koncertet évvégén, addig ma már ez az életforma nem létezik, egész egyszerűen muszáj koncertezniük, de nem hiszem, hogy ez különösebben nehezükre esne. Oké, kibeszéltünk most, Lovas, itt menjünk és bulizzunk majd este rá, mert hogy koncertje lesz. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást. A napszáma ma 20. 20 percenként vonultak fel különböző divattervezők kollekcióit bemutató modellek ma Budapesten a Váci utcában, a nagy tavaszi divatson. Tulajdonképpen egy hatalmas, vörös szőnyeges kifutóval vált Budapest híres sétáló utcája. A rendezvény egész nap várta a divat iránt érdeklődőket és a divat szerelmeseit. Ez volt már a Hír 24, holnap este 7-kor Bárdos András várja Önöket a legfrissebb hírekkel. Viszontlátásra!